A magnéziumglicinát 11 jótékony hatása Csökkenti az izomfeszességet A magnéziumglicinát az egyik legjobb természetes megoldása váll, nyak és vádli területein megjelenő izomfeszülésekkel és izomgörcsökkel szemben. Sőt, ha azt veszed észre magadon, hogy a szemhéjad rendszeresen rángatózik, úgy ez akár a magnézium hiányát is jelezheti a testedben, amire szintén megoldást nyújthat a magnéziumglicinát. Ha szeretnél akár néhány órán belül megszabadulni a felsorolt tünetektől, úgy 300 mg magnéziumglicinát pótlása azonnal a segítségedre lehet. Enyhíti a szorongást A magnéziumnak számtalan formája elérhető a táplálékkiegészítők piacán, azonban a jelenleg elérhető kutatások alapján a magnéziumglicinát lehet a leghatékonyabb a szorongás és a stressz enyhítésében, köszönhetően annak, hogy természetesen képes csökkenteni a szervezet magas kortizol szintjét. A glicin egy olyan neurotranszmitter, amely természetéből fakadóan képes megnyugtatni a túlterhelt idegeket, így hozzájárulva a nyugodt és ellazult állapot megteremtéséhez. A magnéziumglicinát leginkább enyhez szorongás vagy stressz kezelésében lehet hasznos. Súlyosabb esetekhez inkább a magnézium l treonátot szokták alkalmazni, mivel hatékonyabban támogatja az idegrendszert. Javítja az alvások minőségét. A magnéziumglicinát esti órákban történő fogyasztása, javíthatja a testünk cirkadián ritmusát, így hozzájárulhat a hosszabb és pihentetőbb alvásokhoz. A magnéziumglicinát nem csak az alacsonyabb kortizószintet, de még a melatonin nevezetű hormon előállítását is támogatja, ami köztudottan fontos szerepet tölt be az elalvásunkban. Ha szeretnéd maximalizálni a magnéziumalvásra gyakorolt hatásait, úgy javasoljuk, hogy egészítsd ki B1 és D vitaminokkal, mivel ezek a vitaminok szorosan együttműködnek az alvási folyamatokban. Szabályozza a szívveréseket. Nagyon sok ember előszeretettel alkalmaz magnézium glicinátot, ha szeretne megszabadulni a heves szívverésektől. De hogyan is fejti ki jótékony hatását ezen a területen? A szívünk káciumot használ ahhoz, hogy megfelelő erővel tudja keringtetni a testünkben a vért, míg a magnézium az ellazulásban játszik fontos szerepet a következő szívdobbanás előtt. Így hiánya gyakran vezethet rendszertelen szívveréshez, vagy hevesebb szívdobbanásokhoz. Sőt, a magnéziumglicinát még az erek rugalmasságának megőrzésében is fontos szerepet játszik, így pótlása mindenképpen jó döntés lehet, ha szeretnél gondoskodni szív- és érrendszered egészségéről. Növeli az energiaszintet. A természet úgy alkotta meg a zöld zöldségeket, hogy a bennük megtalálható klorofil gazdag magnéziumban, ami többek között felelős a zöld pigmentjeikért. Az emberek az evolúció során mindenevővé fejlődtek, aminek egyik negatív hozadéka, hogy manapság nem fogyasztanak elegendő zöldleveles zöldséget. Ez pedig jelentősen megemeli a magnézium hiányában érintett egyének számát. Szerencsére a magnézium-glicinát pótlása szinte azonnal segíthet enyhíteni a magnézium hiány tüneteit, mivel képes hozzájárulni a sejtek energiatermeléséhez, így biztosítva, hogy mindig energikusnak érezzük magunkat. Csökkenti a fejfájások számát ha téged is rendszeresen gyötör a migrén vagy a fejfájás, úgy a magnéziumglicinát pótlása szinte azonnal segíthet megszüntetni ezeket az állapotokat. A magnéziumglicinát jellegéből adódóan képes elnyomni azokat az elektromos impúzusokat, amelyek szerepet játszanak a fejfájások és a migrének kialakításában. Továbbá javasoljuk, hogy figyelj oda a kálium szintedre is, mivel a kálium rendkívül fontos a véragyba történő áramlásának szempontjából ami szintén segítségedre lehet a fejfájások és a migrén megelőzésében. Megszünteti a székrekedést. A magnéziumglicinát még a bérrendszerünkben megtalálható izmokat is támogatja, valamint hozzájárulhat ahhoz is, hogy több vizet vonjon be a belegbe, aminek köszönhetően fellazíthatja a székletet és segíthet megszüntetni a székrekedést. Nem utolsó sorban a magnézium nyugtató hatása különösen fontos lehet az emésztőrendszerünk egészségére nézve, mivel a hosszú ideig fennálló stressz bizonyítottan olyan problémákat okozhat, mint a székrekedés, puffadás vagy a savas reflux. Enyhíti a fájdalmakat. Ha te is érintett vagy különböző ízületi fájdalmakban vagy izomfájdalomban, úgy a magnéziumglicinát pótlása akár ezeknek a fájdalmaknak a mértékét is enyhítheti. Ezt a hatását annak köszönheti, hogy a magnézium képes aktiválni a rendelkezésre álló D-vitamin mennyiséget, aminek hatására gyulladásgátló citokinek szabadulhatnak fel a testünkben, így hozzájárulva a fájdalma enyhítéséhez. Regenerálja az idegeket. Amennyiben szúró, égető, viszkető érzéseket tapasztalsz a kezeidben vagy a lábaidban, úgy akár valamilyen idegsérülésben is érintett lehetsz. A magnéziumglicinát képes regenerálni ezeket a sérült idegeket és stabilizálni a sejtmembránokat, így megakadályozva a már említett érzések ismételt megjelenését. Erősíti a csontokat. Tudtad, hogy az emberi test szöveteinek több mint 50% a magnéziumból tevődik össze, és közel 40% a káciumból? Pontosan ezért a magnézium pótlása fontos szerepet játszik abban, hogy megőrizzük csontjaink erősségét és egészségét. További hatásai között említhető, hogy képes aktiválni a D-vitamint és olyan mellékpajzsmirigy hormonokat, amelyek támogatják a kácium hatékonyabb felszívódását, így fokozva tovább csonterősítő tulajdonságait. Mérsékli a vércukorszintet. Rendelkezésre álló tanulmányok alapján a magnéziumglicinát pótlása hozzájárulhat a cukorbetegség megelőzéséhez, illetve visszafordíthatja a már előre haladott állapotokat is. Ezt a hatását annak köszönheti, hogy képes támogatni az úgynevezett hexokináz és glukokináz enzimeket, amelyek képesek a felgyülemlett cukrot energiává átalakítani és a felesleges cukormennyiségtől megszabadítani testünket. Ezek alapján kicsit sem meglepő, hogy miért különösen fontos a cukorbetegek számára az olyan elektrolitok pótlása, mint a magnézium és a kálium. Te odafigyelsz a magnézium pótlására? Ha igen, hogyan? Válaszodat ír le kommentbe, és ha tanulságosnak találod a videóban elhangzottakat, úgy kérlek ne felejts el feliratkozni csatornánkra, lájkolj minket, Hozd meg korábbi videóinkat barátaid között is, és akár támogathatod munkánkat a csatornatagság segítségével. Köszönjük megtekintésed, hamarosan újra találkozunk.